Mikor izgultál jobban, amikor bemutatkoztál az NB1-be, vagy a mai érettségin? Nem izgultam egyiknél se. Úgy voltam vele, hogy föl vagyok készülve mind a kettőre. Föl voltam készülve mind a bemutatkozásra, mind az érettségire. Magabiztosan, tényleg mindent beleadva, a legjobbamat mutatva, mindkettőhöz úgy álltam hozzá, hogy kihozom a maximumot, és én úgy érzem, hogy ez sikerült is. Azt gondolom, hogy ez két más típusú feladat. Nyilván az érettségihez a tudás az, ami jobban kell. Hát a felkészültség fociba szerintem egyszerűbb. Azt gondolom, hogy ez a matek most kicsit nehezebb volt. Mikre lehetsz majd büszkébb, az érettségi eredményekre, vagy az NB1-re? Én úgy gondolom, hogy az NB1-re, de mellette nem elhanyagolható a tanulás sem, de gyerekkorom óta futballista szerettem volna lenni, profi szinten, magas szinten, és ezért mindent megteszek. Még a történelem az, ami vár rám szerdán, azt emelt szinten Fehérváron, de arra úgy gondolom, hogy sikerült felkészülni rendesen. És milyen terveid vannak a jövőben? Szeretnél tovább tanulni, vagy miért az emelt szintű történelem? Azért választottam a törit, mert azt könnyebben tanulom, és ezért szeretnék belőle emeltezni. Továbbtanulás szempontjából meg elkezdeni egy levelezőt esetleg a TF-en, így foci mellett. Adtam a testnevelési egyetemre, ugyan levelezőire, mert a focit szeretném profi szinten űzni, de mellette mindenképp szeretném végigvinni azt is. Kit hisz fel először most, hogy végeztél az érettségivel? Először a szüleimet fogom felhívni, aztán meg megkérdezem a barátaimat, hogy nekik hogy sikerült. Először nem hívtam, hanem megbeszéltük ott az osztálytársaimmal, a csapattársaimmal, barátokkal, hogy milyen volt, kinek hogy sikerült. Utána édesanyikamat hívtam először, és utána a tesómmal beszéltem erről, és most érettségizett.